Gyerekzsivallyal telt meg a Tolnai Altaripa Szabadidőpark, ugyanis a Szent Ágot a Gyermekvédelmi Szolgáltató Nevelőszülői Hálózata nyárbúcsúztató napot szervezett. A rendezvény egyik célja az volt, hogy a nevelőcsaládok néhány órára kiszakadjanak a mindennapok feladataiból, és jól érezzék magukat egymás és a gondoskodásukban élő gyerekek társaságában. Talán legemlékezetesebb a tehetségkutatás, amikor ki mit tud keretében megmutathatták a gyerekek, hogy miben kiválóak, szavaló prózamondó versenyt rendeztünk a költészet napjára, tehát több olyan rendezvény, amire szívesen jönnek a gyermekeink, és amelyekben nem csak az a jó, hogy ott elmondják a produktumot és megtanulják, hanem az oda vezető út is fontos. A családi nap másik célja pedig az volt, hogy népszerűsítsék a nevelőszülői hivatást. Ami nagyon fontos a későbbiekben és napjainkban is a nevelőszülőknek a pótlása, hiszen a nevelőszülők egy része a koruk miatt már megérdemelt nyugdíjba kívánnak menni, és nagyon sok gyermek van, aki sajnos keresi azt a szerető családot, aki nevelőszülőként nevelhetné tovább őket, és keressük azokat a jó embereket, akik érdeklődnek a hivatás iránt, és tájékoztatjuk őket, hogyha én igény van. A rendezvényen mintegy 280 szülő és gyermek vett részt, akiknek a szervezők a zenés műsor mellett kézműves foglalkozással, ugrálóvárral és táncázzal is készültek.